Amerikában vannak jó dolgok, oké dolgok, meg szar dolgok. A jó dolgok például az ABC, ahonnan kijöttünk, olyan választék volt. Meg az, hogy az időjárás jelentés itt nem viccel, amióta leszálltunk, azóta percre pontosan van olyan idő, mint az alkalmazásban megírják. Tegnap meg volt mondva, hogy 10-ig esik, addig esett. Ma meg volt mondva, hogy süt a nap, és itt van 11, holnap meg már 15 fok lesz. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy hátraforduljunk, és egy sarokkal odébb megközelítsük a 25. évfordulós Friends pop-up kiállítást. Néha tényleg azt gondolom, hogy olyan vagyok, mint a Budai Zoli, akinek csak megszületni volt nehéz. Amikor felszálltam a Bostonba tartó gépre, akkor kaptam egy üzenetet, egy linket, hogy Bostonban azokban a napokban, amikor itt vagyunk, a Friends 25. születésnapjára nyílt pop-up kiállítás megtekinthető. Úgyhogy rábeszéltem a srácokat, Galuskát nem kellett, Márkot nagyon, hogy eljöjjünk és megnézzük a kellékeket, meg csináljunk reményeim szerint nagyon vicces fotókat, és hát adózzunk a generációmnak a talán legismertebb sorozata előtt. A jó barátok egyik legnagyobb vonzereje hormonokkal túltengő 20-as éveim elején az volt, hogy Rachel Green-t alakító Jennifer Aniston 10 szezont játszott végig melltartó nélkül a sorozatban, és erre nagyon aktívan rá is játszottak a kellékesek, úgyhogy ezúton is örök rajongód vagyok Jennifer Aniston melle. A kiállításon váltják egymást az eredeti kellékek, mint a Science Boy első és egyetlen kiadása, vagy a Sputnik sisak, és aztán pedig vannak utángyártott kellékek, amelyekkel fotózkodni lehet. Például a költözködős jelenetből itt van a kanapé, amivel ugye fordulni kell minden egyes sarokban, és két lehetőség van. Ez a fiatalember készít egy hivatalos fotót profi megvilágítással, amit a belépőjegy áráért utána megkapsz SMS-ben vagy e-mailben, illetve a saját telefonoddal is lehet fotózkodni, ebben is segítenek. Itt Mónika és Chandler, illetve Mónika és Rachel lakásának ajtaja, amin be lehet kukkantani, és túloldalon pedig rögtön le is fotóznak. Jöhet! Itt van Rachel levele a szakításról Rossnak, illetve Ross legendás listája Rachel és Julie összehasonlításáról, illetve itt van a híres piros pulcsi, amiben felcsinálta Ross Rachelt. Végeztünk a jó barátok pop-upban, ami amennyibe került, annyira rövid volt. Nem mondanám életem legjobb árértékarányú kalandjának, viszont készült néhány olyan fotó, amire azt gondolom, hogy még néhány év múlva is szívesen fogok visszanézni. Úgyhogy utána kijöttünk és átjöttünk a USS Constitution-höz. A múltkor pont ide értük, hogy meghallgassuk, amikor eldurrantják az ágyút és leeresztik a zászlót. Ma pedig kiderült, hogy hétfőnként, sőt most már nem sokára keddenként is zárva a hajó. Úgyhogy most éppen azon lamentálunk, hogy elmenjünk a múzeumba, vagy mit csináljunk, ugyanis hát nagyjából, hogyha átnézek itt a hídon, akkor már ott a TD Garden, ahol a Celtics nem sokára pályára lép, azért az egy kicsit még korán van, hogy itt csövezzünk addig. Adjál pénzt, holnap megadom. Az utolsó teljes napunk végére, hát ha nem is azt mondom, hogy kifogytunk a látnivalókból, de amit így feltétlenül meg szerettünk volna nézni, azt megnéztük, úgyhogy most a szabad bóklászásé. Szóval a szabad bóklászási a terep, és betévedtünk egy egészen elképesztő olasz negyedbe, fantasztikus kajádákkal. Most pedig nem tudjuk, hogy hova megyünk, van még nagyjából 2-2,5 óránk, amíg a Celtics meccs kezdődik, úgyhogy addig még megpróbáljuk magunkba szippantani ezt a várost. Most már céltudatosan haladunk a TD Garden felé, hiszen, hogy a nagyszerű Paksi Endrét idézzem, felvirradt a nagy nap, nagyjából másfél óra múlva pályára lép a Boston Celtics a Sacramento Kings ellen, úgyhogy irány újra a TD Garden, de teljesen más szemüvegen keresztül. Most már tudom, mit szeretnék a shopból, aztán megnézzük a bemelegítést, meg mindent, amit egy NBA meccs élményként tud adni, azoknak persze elsősorban, akiknek még nem volt olyan szerencséje, amilyen most nekem van a Jet Travelnek köszönhetően, hogy egy NBA kosárlabda meccset élőben megnézek. A TD Garden nem csak egy kosárlabda, meg hokipálya, nem csak egy bevásárlóközpont, hanem egy vasútállomás is,
Úgyhogy a 2-es és 3-as vágány között kapott helyet ennek a nagyszerű embernek a szobra. Red Auerbach, aki minden bizonnyal utálná a jelenlegi formájában a ligát, hiszen nem tekergethetné kedvére az ellenfél öltözőjében a zuhanyvíz hőmérsékletét, meg nem gyújthatna rá szivarokra a győztes meccsek után. Mindezek ellenére az NBA egyik, hanem a legjobb edzője, egyik, hanem a legjobb szakvezetője, és egyben polgárjogi harcosa is, mivel rengeteget tett a színesbőrű játékosok elfogadásáért a ligában. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire változik a kínálat, amikor nem egy Bruins meccsre, hanem egy Celtics meccsre jössz. A válaszom az lenne így ránézésre, hogy semennyire, de változnak a hangsúlyok. Egy csomó polcot átrendeztek, és előtérbe kerültek most a zöld Celtics mezek a fekete-sárga Bruins helyett. A családi megrendelés egy téli sapkára, és egy, ne kérdezzétek miért, Chicago Blackhawks korongra szólt. Úgyhogy ezt a sapkát lőttem, Barnabás most előre meglátja. Azért tetszett meg, hogy van hozzá ilyen kis szuper pin, illetve a Blackhawks korong, ennyi jön most haza a shopból. Egy ilyen mérkőzésen rengeteg badge-et osztanak ki, és mindegyiknek más-más a jogosultsági szintje, és ez segíti az itt dolgozó kollégát, hogy kit meddig engedhet. Minket például most kienged. Thank you. Nem fogom most ezt. Ez más? Azért ilyen zseniális, hogy ilyen kurva kicsi kamera van nálam, mert mindenkit fel tudok venni, anélkül, hogy észrevenné. Na, hát és akkor ilyen az, amikor a média akkreditációval megérkezel a bostoni parkett a szélére. Fönt is jó volt, de azért itt se szar. Igen, egy kicsit. De csak egy kicsit jó. Get going has a good look. Boy, that would like to see Bogey run all the way through. Buddy Hield. And Buddy Hield. Wow. It's time for Buddy Hield. Buddy Hield from Bogdanovic. Buddy Hield. Oh, boy. Kevesebb, mint 6 másodperc van hátra a meccsből. Egy ponttal megy a Celtics. Dobása van a meccshez. A Sacramento-nak, mert itt van Galus, a szoros meccsek felelőse. 6. NBA meccs, 5. szoros utolsó dobásos meccs. 6. NBA meccs, az 5. amelyiket végignézek, abból 4 az utolsó pillanatban dőlt el. Ennél jobban ebből a szempontból nem végzett volna ez az utazás.